Mai napra Szent Adóriánt választottuk, és miért? Azért, mert hát ugye ma meghívtak délelőtt a szegedi, hát csillagbörtönben voltam, ahol több mint 1600 elítélt készül karácsony ünnepére. Nagy élmény volt ott lenni köztük, félelmetesek az ember mögött, becsattan az a hatalmas vasajtó, és hát 1880-as évektől az az épület fegyház. Tehát nem börtön, hanem fegyház, fegyencek vannak benne. Több mint 100 tényleges, hát életfogytiglan büntetést töltő rab is van ottan, meg hát átlag büntetés ott, aki bekerül, az hát 11 év fölött van. És hát a parancsnok úrral, Trikász Sándor tábornok úrral sokat beszélgettünk, és ő hordozott körbe, volt találkozó a rabokkal, beszélhettem velük, elmélkedést tarthattam nekik, és sok minden elé jött, és elmondta azt is, hogy igazából Magyarországon hát több mint 18 ezer elítélt van, aki karácsonyt a börtönbe fogja tölteni. És aztán az is szóba jött, ő mondotta, hogy Svájcba, ami hát úgy nagyságrendben szinte Magyarország méretű, itt ott is 8 millió fölött van, közel 9 millió lakósa van Svájcnak. Mit gondolnak, hány elítélt van abban az országban? Olyan svájci állampolgár 360 körül van. Persze ott is közel 2000 rab van, de hát a többiek azok külföldiek, akik hát a Svájc területén követtek el büntényt, félelmetes, és szinte annyi román állampolgár van Svájcban, börtönben, mint amennyi svájci. Na, de gondolkozzunk csak el, 360 és 19-18 ezer valamennyi. Mi a különbség? Próbáltunk erről beszélgetni, és ők is azt mondták, hogy valószínű a képzés. Nem csak a bicskát fedik meg, és nem csak a svájci óra jó, hanem a svájci oktatás is jó. Az emberek formálása. Tehát nem kötelező mindenkinek liceumba menni, és itt tudom 4 éven keresztül, hogy hazudozni, hogy mintha tanulnánk, mintha tanítanánk, hanem ott nagyon sok ember igen elmegy szakképzésre, és megtanul. Szent Gallen kantonban voltam, és láttam, hogy ott igazából a gyerek jelentkezik, ő mezőgazdaságot kéne, akar tanulni, és akkor 4 nap gyakorlat, 1 nap elmélet a hétből. És azt is, hát nem egy intézetbe tanulja elméleti krétával, hanem kihelyezik egy gazdához, aki mezőgazdasággal foglalkozik, vagy mit tudom, pisztranggal, vagy tulipán termesztéssel, vagy méhészettel, vagy kukoricával, vagy búzával, vagy sertésízzal, mindegy. De annak mestere, és a gyerek oda kerül mellé, és tanul. És amikor elvégzi, akkor, hogy mondjam, be tud illeszkedni az ottani társadalomban. Nagyon-nagyon fontos az a dolog, hogy mi most összegyűltünk azért, hogy a társadalomnak, hogy mondja, egy bizonyos rétegén segíjünk. Ez a réteg, képzeljék el, mennyibe kerül, hogyha börtönbe végzi. Ugye futkorásznak a rendőrök utána, amíg levadásszák, nem? Akkor az ügyészség évekig folynak a perek, bírók, ezeket mind fizessük, adófizető pénzből, nem? És akkor bekerül egy ilyen fegyházba, egy börtönbe, ahol, hát ahol meleg van, és ahol enni kell adni, és ahol mégis humánus emberek vagyunk, az ő bűne nem jogosít fel bennünket, hogy mi vele szembe, mit tudom én, átmenjünk állatba. Emberségesek kell legyünk velük szembe is. Félelmetes, nem? Mennyivel jobb az, hogy összefogunk, és nagy szeretettel innen Szalonta városából is, hát több, közel 10 gyerek van a gyermekvédelmi otthonban, tehát nem csak vidékről hozunk ide gyerekeket, innen is. És olyan örömmel tudom elmondani azt, hogy az első rend olyan gyerek, aki itten 13 évvel ezelőtt elkezdte a tanulmányait, hát többen közülük már végeztek, egyetemet is végeztek, és főiskolákat haladnak, adófizető állampolgárok lettek. Igen.
Nem a világot kell szívni, nem egy népet kell szívni, hanem neki kell állni, hogy az aranyat tűzben, kohóban finomítsák és feldolgozzák, ugyanúgy az iskolában, nevelőközpontokban, gyermekeinket, hogy mondjam, össze kéne szedjük, és nagy-nagy szeretettel kellene őket neveljük, formáljuk. Én nagyon nagy hála van a szívemben, amikor hallom, hogy mekkora összeggel épül itten Nagyszalontán az Arany János gimnázium. Adná az Úristen tényleg, hogy hát az az álom, amit önökben megfogalmazott, valóra váljon, és tényleg gyermekeinek, fiataljainknak, hát egy képzési központ legyen. Nagyon-nagyon szeretettel kérem a tanárokat, meg a hivatalos szaktestületet, hogy ne csak az értelmiségre gondoljunk. Nagyon fontos persze az, hogy tényleg Arany Jánosnak követői legyenek. De azt gondolom, nagyon-nagyon fontos az is, hogy bölcsőkészítő asztalosok is legyenek itt ebbe a városban, meg pékek, meg suszterek, meg mindenféle más szakmát űző emberek. Ha jövőt akarunk, akkor az csak munkából lehet megvalósítani. És én úgy gondolom, hogy Isten a nyersanyagot adja nekünk, a kis magot, hogy azt mi féltő szeretettel fel tudjuk-e növelni, ki tudjuk-e bontakoztatni, a benne lévő csirából vajon valóban gyümölcs lesz-e, az nagyon sokszor rajtunk múlik. Örvendek, hogy itt vagyok. Szent Adorjáról is, hogy mondjak egy pár szót, ő a római keresztény üldözés ideje alatt élt, és hát ő fogmeg volt, tehát egy ilyen börtönőr szerűség, egy parancsnok. És akkor a keresztényeket üldözték, és ő is ugye hát kellett végezze a hivatását, és hivatása közben megismert ezeket a rabokat, keresztényeket, elbeszélgetett velük. És megkérdezte, miért vállalják ezt? És elmondták azért, mert a mi Urunk Jézus Krisztus erre tanított, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, ember értelme föl se fogja azt, amit Isten azoknak készített, akik szeretetbe élnek, akik jó testvérekként élnek, akik figyelnek egymásra. És állítólag ezek a gondolatok ezt az embert megváltoztatták. És odaállt a katonái el, és mondta, hogy írjátok fel az én nevemet és a keresztények névsorába, mert én is az leszek. És a döbbenetes az, hogy ez az Adorján igazából keresztvízzel nem találkozott, de saját vérében vált jó keresztényé. És ezért szeptember 8-án minden évben hát megemlékeznek a börtönökbe, fegyházakba, sérülődő emberekről, és azokról is, akik ott hát kiszolgálják ezeket a rabokat. Több mint 700 alkalmazotta van a szegedi csillagbörtönnek is. Az egyik fiatal ember szerzetes társam volt annak idején, de ő megnősült, van 4 gyermeke, és elmesélte, hogy igazából ő hát ilyen javító tiszt, 40, hát hogy mondjam, életfogytiglan elítélt embernek. Beszélgettünk, együtt ebédeltünk, megrázó volt, amiket mesélt. Ott van, és tudja őt, soha, bármilyen rendszer jön, őt nem fogják onnan kiengedni. Félelmetes. Fogjunk össze, és tegyünk meg mindent, hogy prevenció, hogy előzzük meg az ilyen szörnyűségeket. Lám, Svájcba sikerült. Hát mi ne sikerülne itt a Kárpát-medencébe is? Mi ne tudnánk megmenteni gyermekeket, felnőtteket, hát bűntől, gyilkosságtól, erőszaktól, ördögi vágyaktól? Miért ne tudnánk segíteni ezeket a Isten által ránk bízott nagyszerű lelkeket, gyermekeket ahhoz, hogy felnőjenek, és egy szabad világnak jó állampolgárai legyenek, akik adófizető pénzükkel támogatják azt, hogy Isten országa is épüljen itt a Kárpát-medencében.